fogadják és hallgassák nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt, Karesz, tiéd a szó. Köszönöm szépen a felvezetést, és csapjunk már is a lényegre, mégpedig abban, hogy bemutassuk Hammer doktor, neki köszönhetjük a germán gyógytudomány létezését. Egy olyan fantasztikus emberről van szó, aki nem csak orvos, hanem egyben lelkész és fizikus is. Tehát medicinát, teológiát és fizikát végzett. Több feltedezése is lett, aminek a következménye, hogy a megélhetése biztosított volt, és aztán így eldöntötte orvos feleségével, hogy elmennek Nápolyba gyógyítani a szegényeket ingyen. A történet 1976-ban játszódik, két év múlva 78-ban elmennek egy korzikai hajókirándulásra, ahol két lövéssel a fiát halálosan megsebesítik. Hammer doktor 111 napon keresztül küzd a fia életéért, de 78. december 7-én a fia meghal a karjai között. Ezt a pillanatot Hammer doktor a fiáról Dirk-Hammer szindrómának nevezi el, a DHS, tehát ezt a rövidítést jelenti, vagyis azt a drámai, vagyis érzelmileg megélt nehéz pillanatot, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen tör ránk. Nagyon súlyos dologról van szó, de ezt magányosan éljük át, ezt az érzelmi konfliktust is benne ragadunk a konfliktusban. Hisz ki az, aki másnapra, mintha mi sem történt volna, el tudná felejteni, hogy a fia, vagy a lánya, vagy valamilyen ismerőse a karjai közt hunyt el. Ez megrázó élmény, és hát aki betegekkel foglalkozik, és orvosként ilyet már megélte, az tudja, hogy miről van szó, még akkor is, ha szeretett betegnek az elvesztése a tét. A lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi szintű elváltozásokat hoz létre. Ez az első számú biológiai törvény, amit akkor Hammer a rákpas törvényének nevezett. Nem tudta, hogy a következő években még összesen további négy biológiai törvényt fog felfedezni, és ez azt jelenti, hogy a következő évek, hát mondjam, az kutatása, munkássága lehetővé tette, hogy Hammer doktor öt biológiai törvényt írjon le, és gyakorlatilag ezzel tudományos magyarázatot adott mindarra, ami eddig számunkra ismeretlen volt, vagy elképzelhetetlen, vagy esetleg rosszindulatú, vagy mindenféle elnevezéssel illettünk betegségeket. A lélek-agyszerv tengely nagyon lényeges pontja ennek az első biológiai törvénynek. Ez a lényege, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Ez azt jelenti, hogy a szervi szintű elváltozásból mindig fogunk tudni következtetni, hogy mi volt a lelki megrázkódtatás témája, de ezt az egészet a páciens fogja megtalálni az életében. Az agyban mindig ott lesznek a lenyomatok, ami konfliktus aktív és megoldási szakaszban más-más képet mutat, de ennyire részletesen most nem mennék ki az öt biológiai törvényre. A lényeg az, hogy bizonyított tény, tudományosan bizonyított tény, hogy a lelki elváltozás, a lelki megrázkódtatás szervi elváltozást fog beindítani. A konfliktus pillanatában rögzítjük mindig a sineket, vagyis a konfliktus körülményeit, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ez biztosítja a túlélésünket, hiszen mindig emlékeztetni fog minket arra, hogy valamit lelkileg még nem oldottunk fel. És megkérdezhetjük, hogy akkor mi történik ezután a nagy lelki megrázkódtatás után. Hát Hammer doktor a második törvényben ezt leírja számunkra, és ebben a Hammeri iránytűnek nevezett rajzon láthatjuk a DHS-nek a pillanatát, hogy az első háromszög
gyakorlatilag ezt mutatnám, pillanat-pillanat, és ez mindjárt össze is jön, megvan. Tehát ez a DHS, ez az előbb említett váratlan meglepetésszerű esemény, ami lelkileg minket megrázott, és benne ragadtunk a konfliktusba. Elindul egy konfliktus aktív fázis. Ez az első szakasz, amit itt mutatok, az a konfliktus aktív fázist jelenti. Most ez mindenki megélte már, akinek volt valamilyen megrázó élménye, hiszen ebben az állapotban mindenki tudja, hogy ideges, feszült, nem tud megszabadulni a történteknek a súlyától, nincs étvágya, nem fog enni, ezért fogyni fog, gyorsabban ver a szíve, emelkedik a pulzus száma, emelkedik a vérnyomása, a stresszes tünetek miatt hideg lesz a keze, lába, és ha elalszik, akkor is éjjel felébred, illetve rosszul fog aludni. Ez a konfliktus aktív fázis, tehát az első szakasz, ez valójában azt jelenti, hogy mindig stresszben leszünk, és a biológián keresi a megoldást arra a meglepetésszerű élményre, amit megéltünk. A második függőleges vonalon láthatjuk ezt a K betűt, a konfliktus megoldása. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten megoldódott ez a helyzet, vagy azért, mert kikerültünk abból a helyzetből, vagy azért, mert lelkileg megoldottuk, vagy azért, mert éppenséggel lekerültünk a sinekről. De a lényeg az, hogy a biológia ilyenkor beindítja a megoldási szakaszt, ami ez a második rész, amit mutatok itt, és ez, ennek látjuk, hogy két szakasza van, van egy úgynevezett exudatív fázisa, és van egy második része, a hegesedési fázis. A kettő között pedig láthatjuk ezt az epileptoid krízisnek nevezett részt. Valójában a vízszintes tengely az időtengely, és amit itt színekkel láttunk, kékkel és pirossal, az az autonóm, vagyis vegetatív idegrendszerünknek a túlműködését jelzi grafikusan. A konfliktus aktív fázisban a szimpatikus idegrendszer volt, túlsúlyban ez kék színnel van feltüntetve, hiszen ilyenkor hidegek a kezeink, a lábaink. A másik része a vegetatív idegrendszernek, a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya pirossal van feltüntetve, és látjuk, hogy ez két szakaszban zajlik le, közben van egy megszakított rész, amit epileptoid krízisnek nevezünk. Ez az epileptoid krízis, epilepsziás krízis lesz akkor, ha a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt valójában. Mi történik a megoldási szakaszban? Minden szerben más és más dolog történik természetesen, de akkor megyünk orvoshoz, amikor megjelenik ez az exudatív fázis, ahol most mutatom a nyillal, vagyis akkor érezzük magunkat betegnek, le leszünk gyengülve, az ágyhoz kötöttek leszünk, esetleg erős izzadásunk lesz, és mindenféle gyulladásos tünetünk a fájdalommal kísért duzzanat, pirosság, melegség és működés csökkent volt, ez általánosságban megfogalmazva. A második részében a folyamatnak, a megoldási szakaszban, a hegesedési fázisban a gyógyulásnak a vége következik be. Láthatjuk itt a harmadik függőleges vonalnál. Gyakorlatilag a második szakasz arról szól, hogy a rengeteg víz, ami begyülemlik, mind az agyi központban, mind pedig szervi szinten, az epileptoid krízis tetejétől kezdve, itt végig kiürül a szervezetünkből, rengeteg vizeletünk lesz, és a hegesedés után már nem úgy fog kinézni az adott szervünk, mint ahogy kinézett még itt az elején, amikor még a konfliktust el sem szenvedtük. Ha a megoldás megtörténik, akkor természetesen a biológiánk véghez viszi a megoldási szakasznak a tüneteit, jellegzetességeit, de
A kérdés az, hogy mi történik ez alatt a két szakasz alatt valójában szervi szinten, ugye a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban. Nos, a harmadik biológiai természettörvény erre ad választ, és a színek csak azt jelzik, hogy gyakorlatilag kétféle válasz van, illetve három. Mivel a sejtekből vagyunk felépítve, ezért a sejtjeink vagy a számukat megnövelik a konfliktus aktív fázisban, itt, ahol most mutatom, de ha itt a sejtek számát megemeltük, akkor a megoldásban természetesen le fogjuk bontani a felesleges sejteket, mert egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen a szervezetünkben. Ha a konfliktus aktív fázisban a sejtek sorvasztásával indítottunk el egy túlélő programot, akkor a megoldásban le fogjuk bontani, illetve vissza fogjuk építeni a lebontott sejteket. Ha pedig működést változtattunk, akkor a megoldási szakaszban a működés helyreállítása történik meg. Ez nem véletlenszerű, ez az embriológia ismeretében már teljesen egyértelmű, hogy melyik szervben, szövetünkben mi fog történni. Ugyanis minden szervünk, minden szövetünk a megtermékenyített peteseikből alakul ki, majd a megtermékenyített petesejt ugye gyors osztódásnak indul, és kapcsolatot teremtene a mély nyálkahártyájával, létrehozza a három csillaremezt. Látjuk itt a pirossal az ektodermát, narancssal a mezodermát, sárgával az endodermát jelölve, vagyis a külső, a középső és belső csíralemezeket. Nos, minden sejtünk, minden szövetünk ebből a három csíralemezből alakult ki, mint ahogy a magból kinő egy növény, a magot már nem fogjuk találni, úgyhogy senki se keresse magába a csíralemezeket, mert ebből nőttünk ki. A belső csíralemez, a sárgával jelölt alsó csíralemez, ez amikor a két vége összeér, akkor egy csövet hoz létre, és ez lesz az, ami létrehozza a szájnyilástól egészen a végbélnyilásig tartó tápcsatornát. Természetes a falattal van elfoglalva, mégpedig a táplálék falattal, és amit látjuk, az agytörzs irányítja. A táplálék falaton kívül a túléléshez még víz falatra is van szükségünk, és levegő falatra is. Ezt is az agytörzs irányítja. Ugyanakkor a fényfalat és a hangfalatnak a megszerzését is az agytörzs irányítja a megfelelő központokkal, amelyek a szivárványhártya írisznek a tágasságát, szűkületét, illetve a középül hallócsontocskáinak a működését fogja szabályozni. És ezzel megoldottuk a falat konfliktust, ami tehát az entodermához, vagy a belső csíralemezhez kapcsolódik. Most mutatnám a külső csíralemez az ektodermához tartozó szöveteinket. Amint látjuk, az ektodermából származik a bőrünk, a külső bőrünk, a bőrünknek is három rétege van, és a külső bőr, ami mindenki számára ugye látható, tapintható, érezhető, ez választ el minket, a biológiai testünket, ez választ el a külvilágtól, és ezen fog minden elválasztási konfliktus megjelenni. Ennek a külső bőrnek vannak úgynevezett folytatása befelé, a bizonyos üregek felé, és itt kell megemlítenem, hogy az emlő tejkivizető csatornája is ebből a külső hámból származik. Az agykéreg irányítja az elválasztási konfliktusokat, és az agykéreg irányítja ugyanakkor a birtok konfliktusokat. A birtok konfliktusok megoldása a faj fenntartását teszi lehetővé, hiszen a területnek egy csordának, a területnek a megtartása a faj kipusztulását fogja megakadályozni, de hogyha
támadják a területét, akkor birtokféltés, ha elveszti, birtokvesztés, állandó bosszankodással jár a területnek a megőrzése, megtartása, akkor birtokbosszankodás, illetve a terület kijelölése is egy állandó biológiai program, gondoljunk csak arra a kutyára, amelyhez beszökött egy idegen állat, és amikor kizavarja, akkor újra körbejelöli a területeit. Ide tartozik még a rémületfélelem, az identitáskonfliktus és a szexuális konfliktusok is. Ezeknek mind megvan, hogy milyen szerveknek a labhámjait sorvasztja és építi vissza a megfelelő agyi központ irányításával a szervezetünk, de ebben most nem mennék bele részletesen. Most szándékosan a végére hagytam a mezodermát, azaz a középső csiralemezt. Itt látunk két agyi képletet, ez a kifliszerű, itt a fehér állománynak a szürke magvait tartalmazza. Ők irányítják az összes mozgással kapcsolatos szerveinket, szöveteinket, és itt láthatjuk a rajzban, hogy a mozgáshoz szükséges csontok vannak itt feltüntetve, de ugye minden mozdulatnak a csont ad alapot. A csontokat ízületek kötik össze, a végtagjainkat, a csontjainkat, az izmok mozgatják, ez tehát a harmadik szövet, amit a fehér állomány magvai irányítanak. A negyedik lesz az összes él, tehát osztóér, gyűjtőér és nyilokér, az ötödik pedig a zsírszövet, vagyis a bőr alatti kötőszövet, a bőrnek a harmadik szövete. No de hol van a bőrnek a második szövete? Ugye beszéltem itt az ektodermánál a külső hámról, itt most beszéltem a harmadikről, a zsírszövetről, bőr aljáról, és hát az írha, ami középen van, az a kisagy irányítása alatt van. Az írha a számunkra nagyon fontos, mondjam azt, hogy a legfontosabb védő rétegünk. Az írhának a jelenléte az gyakorlatilag ugye a bőr alatt az egész testünkben észlelhető, és ezen a képen láthatjuk majd, hogy hogyan helyezkedik el. A kisagynak a keresztmetszetét, ha megnézzük, akkor ezt a narancssárga területet látjuk a koponya cétén, persze nem narancssárgába, hanem szürkébe, ez Hammer doktor rajza, és a következő képen már teljesen jól kivehető, hogy a két emlő mirigy vezérlő központ között, itt végig az alján, a kisagynak a hátsó részén található az írhát vezérlő központ. Mutatom még egyszer tehát. Itt van a jobb emlő, a bal emlő, és a kettő között húzódik meg az elnyúlt központ, ami gyakorlatilag az írhának a sejtjeit fogja szabályozni. Na de ha bárki támadás ér, akkor ugye védekezésképpen megvastagítja a várfalakat, hát a biológiánk is ezt teszi, amikor a támadási konfliktusokra az írhát megvastagítja. A kisagy vezérli még nem csak az írhát és a hozzátartozó részeket, mint verejtékmirigy, fagyúmirigy és emlőmirigy, hanem irányítja még a mellhártyának, a hashártyának, illetve a szívburoknak a vastagodását és lebontását. Ezek a belső hártyák is a támadási konfliktusra fognak megvastagodni, majd megoldásban lebomlani. Most a támadási konfliktust nem feltétlenül ütlegelésnek kell fölfogni, elég annak a félelme, hogy engem meg fognak verni, már erre képes vagyok az írha réteget hihetetlen módon felvastagítani, saját fotóból szoktam erre képet mutatni a tanfolyamon. Most viszont az emlőről van szó, tehát itt van a kisagyi szinten a jobb, és itt van a bal
irányító központ vagy relé, de mi történik szervis szinten? A szervis szinten, ha nézzük a keresztmetszetét ennek a női mellnek, akkor láthatjuk, hogy itt vannak azok a tejtermelő mirigyek, amelyek természetesen mindig tejet fognak adni, hogyha beindul a működésük. A várandóság alatt ezeknek a működése hormonális alapon indul be, és mivel ez hormonális alapon indul be, nyilvánvaló, hogy mindkét emlőben beindul a tejelválasztás. De ha valaki szeretett hozzátartozójával, avagy a nagyon szeretett háziállatával valami súlyos dolog történik, és emiatt aggódni fog valaki, akkor az aggódásunkat biológiailag úgy fejezzük ki, hogy táplálni szeretnénk az illetőt, és ezért mindig a tejmirigy állománynak a szaporulatával fog a biológiánk erre válaszolni. A kivezető csatornát látjuk pirossal jelölve, ugye az emlőbimbóban találkoznak a tejkivezető csatornák, azért piros, mert ugye mondtam az előbb, hogy ektodermális, és az elválasztási konfliktusok szintén jelen lesznek, tehát ha valakit nem tudok átölelni, mert elszakadt tőlem, akkor ez a fajta elszakadás, elválasztódás a tejcsatornáknak a sorvadását fogja először elindítani, majd azoknak a visszaépülése következik a megoldási fázisban, ezt is majd külön fogom taglalni. Most maradjunk a mirigyállománynál, ami tehát régi mezodermális irányítású kisagy vezérli, és minden gondozási konfliktus, amikor túl aggódjuk magunkat, akkor tehát túl sokáig, túl erősen élünk ebben az aggódásban, akkor el tudjuk indítani ennek az emlőmirigynek a szaporulatát. Legyen szó férfiról vagy nőről, mind a kettőre van esettörténetem. Az aggódást tehát a biológiánk úgy fordítja le, hogy táplálni szeretném azt, akiért aggódom, és ezért a megfelelő oldalon fogjuk az emlőmirigyállományt felszaporítani. Itt nem a hormonok játszanak szerepet, tehát a hormonreceptoroknak a keresése teljesen értelmetlen, mert nem azzal fogjuk megoldani valakinek az emlőmirigy szaporulatát, hogy antihormon kezelést adunk neki, van ilyen is, hanem azzal, ha megoldjuk a konfliktust. Az egyedüli megoldás a biológiában mindig az érzelmi megoldás. Itt viszont egy aggódást kell megoldanunk valaki iránt, és a jobbkezesnek a jobboldali mellének az emlőmirigy szaporulata mindig partner oldalt jelent, ide tartozik az egész világ, kivéve az édesanyját és a gyermekét. Mivel a jobbkezesnek az édesanyjával és gyermekével kapcsolatos összes aggodalma a bal mellének a mirigyállományát fogja érinteni. Balkezesektől ez fordítva van, tehát a balkezesnek bal oldalt van az egész világ, ezt nevezik a germán gyógytudományban partner oldalnak, és a balkezesnek a jobb mellében fog megjelenni mindig az édesanyjával vagy a gyermekével kapcsolatos súlyos és hosszú ideig tartó aggodalma, mint tejmirigyállomány felszaporodás. Ez, ha valaki nem tudja eldönteni, hogy jobbkezes vagy balkezes, a biológiája megmutatja. A biológia soha nem hazudik, mindig tudja, hogy hajszálpontosan, hogy mire reagál. És akkor feltesszük a kérdést majd, hogy de miért nem gyógyul meg valaki, és miért gyógyul meg más valaki. Mutatok most elrettentő képeket arra, hogy meg lehet gyógyulni a mindenféle tudás nélkül, ha csak megnyugszunk attól, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik, ha már ebben meg tudnánk nyugodni, és lezárnánk az aggódást, akkor meg tudnánk gyógyulni. A probléma ott van, hogy nem zárjuk le az aggódást, vagy megmagyarázzuk, hogy nem aggódom, de mégis aggódom. Ezt a biológia leképzi, hisz ilyenkor a daganat tovább fejlődik, illetve ha
ha valakinek az aggódása, hát hogy mondjam, függőgyógyulásban, avagy policiklikus lefolyásban van, akkor sem jut el a teljes megoldáshoz. A képek, aki nem akarja, ne nézze végig, itt mutatom már is ebben a képben, hogy itt láthatunk egy kis dudorodást. Nyilvánvaló, hogy itt is a hölgy megmutatja a dudorodást, ez a daganat, ez a sejtszaporulat ebben a pillanatban, ahogy ránézünk, ez lehet még akár tejcsatorna daganat is, hiszen amikor ilyen messzire van a tejcsatorna szűkülete, majd visszaépülése, az nem fogja behúzni a mellbimbót. Tehát, ha csak ránézünk a képre, akkor mondhatom, hogy tej mirigyállomány konfliktus aktív fázisban, vagy tejcsatorna daganat megoldási szakaszban. Ez el lehet dönteni, csak hát ugye a beteget meg kellene kérdezni. A következő kép a gyógyulást mutatja, mert már is előre mondom, hogy ez a hölgy meggyógyult a daganatából, tehát a következő képeket úgy tessenek nézni, mint a gyógyulásnak a fényképeit. Tudom, hogy eléggé döbbenetes ez a hatalmas dudor, ami néhány hónap után alakult itt ki, és a még döbbenetesebb a következő kép, amikor ez az egész szétesik, és ebben a szétesett mell állományban, amint látjuk, mindenféle színű szövetek megjelennek, és elárulom, hogy ennek az illata hát eléggé nehéz, és a segítségre jön a biológiának a mindenféle élősködő, tehát fehér férgek is megjelennek, amik a csak és kizárólag az elpusztult sejteket fogják segíteni lebontani. Mint látjuk ebben a képben viszont, ez már májustól októberig, 5 hónap múlva a gyógyulásnak a képe, gyakorlatilag ez a hölgy meggyógyult a melldaganatból, mert tudta mindvégig, hogy a biológiája nem ellene, hanem érte dolgozik. Tudok mutatni olyan képeket is, amelyek hát ennél is csúnyábbak, és a következőben viszont megmutatom, hogy hogy járunk akkor, ha a protokollt betartjuk. Kemó és sugárkezelés utáni képet látunk. Azt hiszem, hogy ez minden kommentált mellőzhet alatta a betegnek a levele, amikor azt kérdi tőlem, hogy mit tud csinálni ezzel a sebbel, mert ha beköti, akkor beleragad a sebébe a kötszer, ha átköti, vérzik, a fájdalma nem csillapítható, hogyan kezeljem ezeket a sebeket, kérdezi. A hölgy ezt a súlyos állapotot nem tudta végigvinni, ebbe ezt nem lehet kibírni. Láthatjuk itt hátul a bőrén ezeket a foltokat, amelyek mind a mérgezésnek, mind pedig a megélt hát bemocskoltságnak a tünete, és hát ezt ugye herpesznek nevező. A következő kép az már nem lesz ennyire megrendítő. Itt a tejcsatorna programját mutatom. Láthatjuk ezen a képen is, ahol a nyíl van, hogy itt a tejcsatorna behúzódásáról van szó. A következő képen ez még jobban látszik, és tessék itt megnézni. És az is látható, bár hát itt elég kicsi a kép, hogy amire itt a nyíl van, gyakorlatilag egy horpadás látszik az emlőnek az ívén, amikor a tükörben a hölgy megnézi a mellét. Ugye ezt ajánlatos mindenkinek. Nos, ezen a képen itten láthatjuk, hogy a megoldási szakaszban hatalmas duzzanat jön létre, és ez nem tud kijönni az emlőbimbón, akkor hát szét fog robbanni ez a mell is. A kérdésünk csak az, ezek után, hogy mi a teendő. Ugye
miért van az, hogy vannak hölgyek, akik meggyógyulnak, és vannak hölgyek, akik nem gyógyulnak, nem tudják a gyógyulásig végigvinni. Hát van egy ördögi kör. Kérem szépen az, amikor egy hölgy azonosítja magát a mellével, és látja azt szétesni, az nem tud ebből a konfliktusból kimászni. Amikor azt látja, hogy egyre jobb és egyre nagyobb lesz a daganata, az még jobban fokozza az aggodalmát önmaga iránt és a gyermekei iránt, és innentől kezdve lesznek még egyéb konfliktusai. Tehát az, hogy egy hölgynek egy aggódást miért nem tudunk megoldani, megkérdem Rékát, mert ebben ő a szakember, hiszen ő is megoldotta a melldaganatát, el tudja mondani, hogy gyakorlatilag mit lehet itt tenni, mi az a segítség, ami valójában azokon a hölgyöken segíthet, aki éppen érintett ebben az ügyben. Köszönöm szépen, Karesz! Igen, úgy beszélek önökhöz hozzátok, mint egy olyan hölgy, akinek még a bal mellében ott van az aggódás és az elválasztódásának minden nyoma, hiszen a bal mellemben van egy pingponglabda nagyságú, betukozódott, kemény kalcium réteggel bevont, hogy nagyon ijesztően mondjam, rossz indulatú daganat. De hát ki az, aki még soha nem aggódott, hölgyeim? Azt hiszem, hogy mindannyian mélyen hallgatunk erről, mert az aggódás az valahogy egy tipikus női szerep. Nehogy azt gondoljuk, hogy az urak nem képesek aggódni. Ők is aggódnak, csak nem verbalizálják, nem mondják ezt ennyire ki. Miért fontos erről beszélnünk? Egyrészt azért, hogy minden hölgy tudja és ismerje azt, hogy az érzelmeinek súlyos lenyomatai vannak a biológiáján. Ha visszaugrunk arra a képre, amit most láthatnak, akkor pontosan az aggódási konfliktusnak a programját mutatjuk. Hol van az egészséges aggódás, amit mondjuk, hogy még egészséges, és hol van az a határ, amikor már kóros? Amikor mindenkit táplálni szeretnék, amikor mindenkinek a problémáját én szeretném megoldani. És hölgyeim, ha most kitárjuk a kezünket, mintha adnánk, akkor a mellünktől nyújtjuk ki a kezünket. Szó szerint ezt mutatjuk kézzel is, hogy mindent odaadok. Nagyon fontos az is, hogy tudjuk azt, hogy az aggódás, mint olyan, egy női feladat, viszont ez csak egy tanult viselkedési minta. Ezt bármikor át lehet írni. A gyermekek születése után azt szokták mondani a fiatal kismamák, de a fiatal anyukák, hogy hát ez egy 25 évre aláírt szerződés, amelyben én végig aggódni fogok. Kérdés az, hogy miért vagyunk ennyire aggodalmaskodóak? Vajon van-e konkrét okunk arra, hogy ezt az aggodalmat fenntartsuk? És gondoljunk csak arra a hölgyre, akinek a képét kirakta Karesz, ígérem, hogy a nagyon csúnya képeket nem fogom újra kirakni, de gondoljunk csak bele abba a helyzetbe, hogy valaki talál egy ilyen csomót a mellében. Egyből elkezdünk aggódni önmagunkért, nem? Egyből azt gondoljuk, hogy jaj Istenem, vajon mi lesz velem? Mi lesz a gyermekeimmel? Főleg akkor, amikor elkezdünk különböző orvosi intézményekbe járni, és megkapjuk azt a hírt, hogy hát ez bizony nagyon csúnya, nagyon rossz indulatú. Ez feltételezi azt is, hogy kiessünk a munkaterepéről is, tehát megint csak azt élheti meg egy ilyen hölgy, vagy úr adott esetben, hogy képtelen vagyok táplálni a gyermekem, hiszen nincs meg a táplálásukra a megfelelő keretem. Aztán ugyanebben az esetben van még egy másik történet is, hiszen el akarok választódni attól a képtől, amit ígértem, nem fogok még egyszer kirakni, de hölgyeim, uraim, ha egy ilyen képet látunk, az ugye nem egy kellemes látvány. Abban az esetben, amikor egy hölgy ilyen problémával küzd, akkor természetes, hogy leválik a kebléről a férje, hiszen nem a szexualitás is az intim együttlét ilyenkor a legfontosabb probléma. De ez is egy elválasztódás. Már nem tudom
a férjemet átölelni, mert fáj, mert folyik, mert nedvezik, mert büdös, mert guztustalan, és ettől is el szeretnék választódni. És megint csak bekapcsol az első program, de mi lesz a gyermekeimmel? Mi lesz velük nélkülem? Mi lesz velem nélkülük? Mit fognak kezdeni a családtagjaim így velem? Folyamatos önleértékelésben, folyamatos önkínzásban, aggódásban és elválasztódásban telnek el a napok. És szeretném, hogyha mindenki úgy nézne erre a hölgyre, aki gyakorlatilag nagyon rövid időn belül megértette azt, hogy mitől betegedett meg, alaposan megismerte a betegségét kiváltó értelmes biológiai különprogramokat, le tudta állítani az aggódását, hogy mi lesz velem, mi lesz a gyermekeimmel, hogyan fognak nélkülem felnőni, úgyhogy nem veszek aktívan részt a nevelésükben, mert azért egy akkora szétrobbant mellett nem az anyai és háztartási feladatokat tudja ellátni, illetve el tudott attól a gondolattól és érzéstől vonatkoztatni, hogy el szeretnék választódni ettől a helyzettől, illetve elválasztódott attól az érzéstől, hogy őt megöleljék, hogy ő megölelhessen. Vegyük csak észre, hogy gyakorlatilag az egész ott dőlt el, hogy a hölgy tudta, ismerte és alkalmazta a gyermekgyógytudományt. Hölgyeim, mennyire jó lenne tudni még akkor, amikor egészségesek vagyunk. És kedves urak, amikor a partnerünk, a társunk ilyen elváltozásokkal küzd, akkor vegyük a fáradtságot, és ismerjük meg a gyermekgyógytudományt, hiszen a fészekvita konfliktus is egy akkora mellprogram, amit nem hagyhatunk szó nélkül, hiszen hiába ismeri a hölgy a gyermekgyógytudományt, ha a társa folyamatosan bekényszeríti az ilyen önrendelőkbe. Hölgyeim, amikor vitatkozunk, veszekedünk, nem aggódunk egy kicsit? Amikor a vita hevében vagyunk, nem érezzük azt, hogy eltávolodtunk egymástól, hogy elszakadtunk egymástól? Ugye, hogy benne van minden egyes párkapcsolati krízisben úgy az aggódás, mint a fészekvita, mint az elválasztódási konfliktus. Jó lenne a programjainkat minden nap lezárni. Az én drága nagymamám, Isten nyugosztalja, azt mondta, hogy minden napnak megvan a maga gondja és baja. A holnap majd aggódik magáért. Érdekes volt ezt hallani gyermekkoromban, mert nem értettem, hogy hogyan aggódik a holnap magáért. Hát mi aggódunk? És bizony rájöttem később, amikor megtaláltam én is a kedves kis csomómat, és megismertem a gyermekgyógytudományt, hogy milyen jó lett volna betartani azt, hogy a holnap majd aggódik magáért. Ha minden napot lezárnék úgy, akkor, ahogyan ez történt, akkor nem vinném át az aggodalmaimat hétről hétre. Jó lenne felismerni az aggasztó helyzeteket még mielőtt azok hatással vannak rám. Jó lenne ezeket elkerülni, jó lenne más struktúrákban gondolkodni, és jó lenne a vitákat a fészken belül lezárni. Érdekes lenne az is, hogy miről is szól egy kapcsolat valójában. Arról, hogy hülyére aggódjuk egymásért magunkat, a nagy aggódás pedig feszültséget, vitát kelt, amitől újra csak eltávolodunk. Jó lenne átgondolni, hogy miről szólnak az emberi kapcsolataink. És szeretném, hogyha mindenki egy picit elgondolkodna azon, hogy valaha egész eddigi életében oldotta meg már bármit is, csak és kizárólag aggódással. Használta a kapcsolatunkban, a veszekedésben bármi is. Megoldottunk-e valamit veszekedve, vitatkozva, nézeteltéréseinket hangosan és agresszíven ütköztetve. Szeretném, hogyha elgondolkodnánk egy kicsit azon is, hogy miről szólnak a kapcsolataink. Szeretném, ha egy picit beszélnénk arról, hogy milyen elvárásokkal közeledünk egy kapcsolatba. Miért vannak elvárásaink egyáltalán?
Szeretném egy picit átcsöndesednének, és hátradőlnének egy picit, és picit átgondolnák azt, hogy miről szólnak az elvárások. Az elvárások önmagaddal szemben az általad alkotott gátak lesznek, mely meglátolnak abban, hogy boldog légy és örülni tudj a pillanatnak. A kapcsolat fogalmával együtt járnak az elvárások. A korábbi kapcsolatok emlékei és egyéb személyesen és kulturálisan meghatározott lelki fogalmak arról, hogy milyennek kell lennie egy kapcsolatnak. Aztán megpróbálom a valóságot ezekhez a fogalmakhoz alakítani. Ez sosem működik. A tény az, hogy nincsenek kapcsolatok. Csak a jelen pillanat létezik, és a pillanatban csak a kapcsolódás. Hogy hogyan viszonyuljunk, vagy inkább, hogy milyen jól szeressünk, az azon múlik, hogy mennyire vagyunk mentesek az elképzelésektől, a fogalmaktól, az elvárásoktól. Csak az önátadás képes megadni azt, amit szerelmed, szeretetet tárgyában kerestél. Az ego szerint nem kell megadnom magam, hiszen szeretem ezt a személyt. És ez persze egy öntudatlan folyamat. Abban a pillanatban, amikor elfogadod azt, ami van, megjelenik benned, amit eddig elfelejtett az egoista akarás. Ez a valami, a veled született, benned lakó béke, csendesség, elevenség. Ez a feltétel nélküli létező, aki te a leglényegedben vagy. Ez az, amit szerelmed, szeretetet tárgyában kerestél. Te magad vagy az. Jó lenne, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy kik is vagyunk mi valójában, és miért is kell ennyit aggódnunk. Remélem, hogy egy kicsit közelebb vittem ezekkel a gondolatokkal mindazokat, akik folyamatosan aggódnak, folyamatosan tépelődnek, folyamatos elválasztásban élnek. Miért gondoljuk azt, hogy bárkitől el tudtunk úgy szakadni? Miért gondoljuk azt, hogy az aggódásunk az indokolt? És miért nem tudunk békét kötni egymással? A fészken belül legalább. Talán azért, mert nem jöttünk valójában arra rá, hogy mi magunk képesek vagyunk meggyógyítani saját testünket, a germánygyógytudományjal. Megérteni egymás viselkedést a germánygyógytudományjal. És ha mindezt ismerjük, akkor ezek a konfliktusok talán elkerülhetőek, talán felismerhetőek, és talán leállíthatóak lesznek. És azt hiszem, hogy mindazt, amit a MER-ről és a MER programról elmondtunk, közelebb visz ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi történik a testünkben és a lelkünkben. Szeretném megköszönni a figyelmet, és megnyitni a fórumot, ezzel a témával kapcsolatos kérdéseket szeretnénk várni. Még mielőtt a fórumba belekezdenénk, nem sokára visszaadom Karesznek a szót, és megbeszéljük azokat a problémákat, amelyeket a MEL program adott. Karesz? Szeretném kiegészíteni az elmondottakat csupán annyival, hogy az előbb is azért hoztam be ezt a képet itt ezzel, hogy legyen mindenki tudatában annak, hogy a megoldásban a nyirokrendszerünk segít a lebontott sejteket elszállítani, illetve ezeket újra felhasználni, hasznosítani. A hónajban vagy a környéken megtörtént
kimutatott nyirokcsomó megnagyobbodások nem áttétek, hanem természetes folyamata a lebontásnak, vagyis a megoldási szakasznak. Na most, hogyha valakinek be van gyulladva a melle, és van nyirokcsomója, azt jelenti, hogy megoldási szakaszban van. Ha valaki tapintott egy csomót a mellében, vagy éppen kimutatták, és semmi panasza már nincsen, lelkileg is nyugodt, és nem is tapint semmilyen nyirokcsomót a hónajban, azt jelenti, az egy rég letokosodott folyamat, nem kell piszkálni. Az emberekre ráhozzák a hatalmas félelmet, ijegységet, és olyan hölgyeket is meg akarnak operálni, akik már régen megoldották a konfliktusaikat, csak nem biológiai utód gyógyult, ahogy Hammer fogalmaz, hanem betokosodott az egész folyamat az adott helyen, mert nem voltak baktériumok, amelyek lebontották volna a sejtöbletet. Tehát, kedves hölgyeim, mielőtt megijednénk, vegyük elő a germán gyógytudományt, és nézzük meg, keressük meg, hogy mi volt a konfliktusunk. Egy elválasztódás konfliktus, egy gondozási, aggódási konfliktus, vagy pedig egy fészekvita konfliktus. Ez a három dolog az, ami a mellett, hát hogy mondjam, sejtszaporodásra vagy sejtsorvasztásra készteti, és hát a megoldásban jönni fognak a mindenféle tünetek. De még egyszer mondom, a legfontosabb a lelki szintű megoldás. A legfontosabb a felismerése annak, hogy aggódni nincs miért, és az aggódással semmit meg nem oldunk, de akkor is adódnak, tudom, helyzetek, amikor csak ott van bennünk, és csak aggódunk, de könyörgök, akkor legalább egy kicsit tegyük kisebb lángra ezt az aggódást, mert a női léleknek alap összetevője az aggódás. Nem ismertek még nőt, aki életében ne aggódott volna, vagy ne lenne benne mindig valami félsz. Értsük meg, hogy az a probléma, ha túl sokáig és túl erősen gyakoroljuk ezt az aggódást. Férfi ember is aggódott a feleségéért, és csinált magának melldaganatot, amit levágtak, kemoztak, sugaraztak, és köszöni, jól van. Kisfiú is csinált magának tejcsatorna daganatot gyakorlatilag, amikor nagyon durván elválasztódott az édesanyjától 2 napra. Tehát nem a kor számít, nem a nem számít. Egyedüli dolog az érzés, ami számít, és hogyha ezt az egészet szem előtt tartjuk, és ahogy a Réka nagymamája is mondta, hogy a következő nap majd aggódik magáért, akkor már egy hatalmas lépést tettünk abba az irányba, hogy ne legyen semmilyen mellprogramunk. Igen, ám, de az aggódásunkat a folyamatos szűrővizsgálatok, önvizsgálatok is fenntartják. Nagyon rá tudják hozni a hölgyekre a frászt ezzel, hogy folyamatosan nézegessük, figyelgessük, zuhanyzás közben, ha lehet, naponta többször is ellenőrizzük, hogy nem menőtt oda valami. Érdekes történet, hogy pontosan arra hivatott ez az önvizsgálat rámutatni, hogy belehúzzák a hölgyeket ebbe a lelki állapotba, hogy aggódjon. Hát pontosan az ellenkezője történik, hölgyeim. Az, aki eddig nem aggódott és elkezdi kényszeresen vizsgálgatni magát, annak már benne van a fülében a tücsök, aki állandóan azt hegedüli, hogy na de már rád. Nagyon szeretem ezeket a felvonulásos történeteket is, hiszen nem felvonulni kellene, hanem ismerni a germán gyógytudományt. Le kellene zárni az aggódást. Nagyon tetszenek azok a megijedt nőtársaim megkönnyebbült tekintetei, akikre elhozták, bocsánat, de nem tudok szebb szót használni, és talán nem is akarok, rájuk hozták a frászt azzal, hogy jaj, ott mi van. Nagyon sok esetben meszes csomókat, meszes képződményeket találnak, és még ezzel is ijeszgetik a nőtársainkat, mert azt gondolják, hogy ez is valami nagyon rossz indulatú képződmény. A meszes csomók, mint amilyen nekem is van, egy teljesen... Természetes dolog, hát nem csak a mellben lesznek meszes csomók, hanem például ilyen meszes csomókat fogunk találni a tüdőben, vagy a mesében, vagy bárhol.
Tehát ott, ahol nem történik meg a biológiai lebontás, ott elmeszesíti a szervezetünk ezeket a helyeket, és gyakorlatilag nem kell ezzel foglalkozni. Tehát tényleg, ahogy Réka mondta, a legjobb terápia a germán gyógytudomány ismerete. És a megnyugvás. Természetesen vannak olyan esetek, amikor akkora daganat, hogy annak a biológiai úton való hát begyógyulása nem vállalható, tehát lelkileg nem lehet kibírni, én ezt aláírom. Nem vagyunk egyformák. Na, ilyenkor kellene az az orvosi segítség, ami sajnos még nem elérhető, hogy a daganatot távolítsák el csupán, ne nyúljanak hozzá a környéki nyirokcsomókhoz, ne mérgekkel és ne sugarakkal kezeljenek, hanem nyugtassák meg a hölgyet, és esetleg a műtét után egy második lépésben, hát egy plasztikai műtétel még azon a mell formátumon még lehet alakítani. Tehát a célunk az, hogy a hölgyek ne halljanak bele a meldaganatba, mint ahogy annyi jó ismerősünk frekvenciát váltott, sajnos, mert nem találtak olyan orvost, aki hajlandó lett volna csak a daganatát kimúteni. És megpróbálták, és belevágtak a biológiai gyógyulásba, de nem sikerült nekik. A megoldás tehát az lenne, hogy vegyük tudomásul, hogy mindannyian aggódunk, mindannyian aggódhatunk, csak ne vigyük túlzásba, és hogyha mégis adódik egy ilyen kitapintható daganat a mellben, vagy a hónajban, akkor nem kellene rögtön a legrosszabbra gondolni, hanem elő kéne venni az öt biológiai természettörvényt legalább, és megnézni, hogy gyakorlatilag konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban vagyok-e. Ez az egész egy hétvégén elsajátítható, az alapokat meg lehet szerezni.